Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Magyar Művészeti Akadémia és a Magyar Szemle Kiadó közös könyv bemutatóján. Külön tisztelettel üdvözlöm a körünkben megjelent Marton Éva művésznőt, akadémiánk elnökségének tagját. Kucsera Tamás Gergely főtitkár urat, a tisztelt akadémikusokat, minden kedves vendégünket. Az elmúlt hetek rendkívül élénk és kedvező sajtóvízhangja a televíziókon, rádiókon, hírportálokon keresztül egészen a közösségi médiumokig megjelent tudósítások, kommentárok azt jelentik, hogy a forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának évében egy különleges, történeti forrásértékű, lebilincselően izgalmas kötetet ünnepelhetünk. És most valamennyiünk nevében tisztelettel köszöntöm I. és Mária művészettörténészt, filológust, a kötet szerkesztőjét. Isten hozott téged. Köszöntöm Kodolányi Gyula költőt, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagját, a Magyar Szemle Kiadó vezetőjét. Köszöntöm M. Kis Sándor történészt, a kötet lektorát. És természetesen nagyra becsüléssel üdvözlöm Granasztói Györgyöt, a Magyar Szemle Alapítvány elnökét. És már is arra kérem Kucsera Tamás Gergely főtitkár urat, köszöntse a megjelenteket. Tisztelt akadémikus asszony, akadémikus urak, hölgyeim és uraim, kedves beszélgető társaink, mondhatom ezt, hiszen mindannyiunk beszélgető társai ülnek kint. Nekem nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt állhatok és köszönthetem Önöket a Magyar Művészeti Akadémia nevében, de legalább akkora öröm is, hiszen ha arra gondolok, amelyet az elmúlt heteket Juhász Judit összefoglalt, hogy milyen siker, sokaknak mekkora öröm, mások számára milyen megvilágító erejű írás az, amelyet Önök elé tárhattunk, I. és Gyula 1956. október 24-e és 1957. január 31-e közötti 100 napjáról szóló, a mi történelmünk, közös történelmünk 100 napjáról szóló naplója, akkor azt gondolom, hogy egy nagyon sikeres együttműködésen vagyunk túl, vagy vagyunk benne, hiszen Kodolányi Gyula akadémikus úr ezelőtt több mint egy évvel keresett meg az ügyben, hogy milyen módon tudnánk együttműködni a megtalált kézirat gondozásával kapcsolatban. És hát nyilvánvaló, hogy ez az időszak volt, amikor a Magyar Művészeti Akadémia 1956-os forradalmi szabadságharccal kapcsolatos programjait terveztük, és én azt mondtam neki válaszul, hogy olyan módon működjünk együtt, hogyha megtisztelnek abban, hogy közösen adjuk ki ezt a napló részletet, hogy ez lesz időben is, és talán súlyában is az első számú akciója a Magyar Művészeti Akadémiának. Itt vagyunk ma este, ahogy Juhász Judit mondta, több mint három héttel azután, hogy a sajtótájékoztatón bemutattuk a kötetet. Óriási az érdeklődés a kötet iránt, óriási az érdeklődés a kötettel kapcsolatos beszélgetések, megnyilatkozások iránt. És hát nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm az asztalnál én magam is Így és Máriát, aki gondozta édesapja kötetét, Kodolányi Gyula akadémikus urat, aki tulajdonképpen egész végig a motorja volt annak, hogy eljussunk a kötet kiadásához és a mai estéhez is akár. És hát nekem személyesen is nagy öröm, hogy itt van körünkben M. Kis Sándor tanár úr, kihez késő, ifjúkori, mondjuk így, vagy egyetemi éveim is kötnek, és hát Granasztói György, akihez hasonlóképpen kötnek hasonló élmények, de őről elmondhatjuk azt is, hogy akadémiánk társadalmi tanácsadó testületének tagja. Külön köszönöm Juhász Juditnak, hogy vállalta az est háziasszonyi moderátori szerepét. Mindenkinek szép estét kívánok, de engedjék meg, hogy azért, hogy ne a taps és utána a beszélgetés pillanataiban tegyem meg ezt, most egy csokorvirággal megköszönjem azt, hogy itt van közöttünk I. és Mária. Engedjék meg, hogy most átadjam ezt a virágot. Köszönöm a figyelmet, és szép estét kívánok!
A múltat is teremteni kell. Egy korszak attól lesz múlt, hogy megírják. S valamire való múlt megteremtéséhez néha nagyobb erő kell, mint a jövendőjéhez. Mindent pontosan a helyére kell tenni. Természetesen I. és Gyulától idézek egy másik kötetéből. Most a költőt és életművét ismerve sokan sejtették, remélték, hogy az 56-os forró napokat, a lélekmozdító napokat, majd a terror kezdetét is talán megelevenítette, megörökítette a költő, csak vagy megsemmisültek ezek az iratok, vagy nem is volt ideje megírni, vagy elvesztek. Nos, tényleg sorszerű, hogy sok évtizedes lappangás után 2014 áprilisában I. és Mária családi házuk padlásán megtalálta egy láda mélyén a komolyan becsomagolt, ugye, mert Flóra asszony, az édesanyja valószínűleg ő csomagolta be, és rejtette el ennek a 100 napnak az esemény leírását. Nos, azt hiszem, hogy valóban izgalmas és különös lehetett ez a találkozás édesapja sok évtizeddel ezelőtt megírt történetével, amely aztán, aki majd olvassa, látja, hogy messze túlnő a saját életének, a vele történtek megírásán, egészen más távlatot kap minden, bár azt hiszem, akkor is szívesen elolvasnánk, ha csak arról szólna, amit I. és Gyula átélt, mert I. és Gyula életéről van szó. De hát így kiderült, hogy sokkal több született meg azokon alapokon. Tisztelt hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm, hogy eljöttek. Valóban meglepő volt a számunkra, nem én találtam meg saját kezüleg ezt a kis csomagot a padláson, hanem ahogy a házat, hogy úgy mondjam, rendbe tesszük, tehát apámnak az otthon maradt hagyatékát, mert a hagyatéknak a publikált része az bekerült a tudományos, Magyar Tudományos Akadémiába, de ami otthon maradt, tehát töredékek, kiadatlan kéziratok, stb., azokat lassanként átnézzük, és így bukkantunk rá családilag a padláson egy kicsike csomagra, más témájú könyvek közé rejtve. Amikor megláttam, rögtön láttam, hogy ez apámnak az 56-os naplója, és hát óriási érdeklődéssel, de még nem tudva pontosan, hogy mit tartunk a kezünkben, kezdtünk hozzá a földolgozásához. Ugyanis hát először el kellett olvasni a szöveget, meg kellett fejteni bizonyos kezdőbetűvel jelölt neveket, és értelmezni kellett a szövegnek bizonyos mondatait. Ez eltartott elég hosszú ideig, de amikor már egybeolvastuk a szöveget, akkor lehetett látni, hogy milyen hallatlanul érdekes dokumentum van a kezünkben. Hogy mi az érdekes és mi az értéke elsősorban, azt mondanám, az, hogy érintetlen. Tehát apám 56. október 23-án Miskolcon volt, ott hallotta meg, hogy Budapesten már utcai harcok vannak, és másnap kezdett el az eseményeknek a leírásába. Tehát abba, hogy mi történt 23-án vele, és azután minden nap, napról napra följegyezte azt, amit ő látott, tapasztalt, tehát nagyon sok helyen megfordult, bejárta az egész várost, és ugyanakkor nagyon fontos helyeken volt jelen. Az Írószövetségben, mint elnökségi tag, szinte minden nap kapcsolatot tartott az Írószövetség elnökségével, ugyanakkor politikusokkal, ugyanakkor az utcán is járva följegyezte az emberek viselkedését, meg egyáltalán amit hallott, amit látott. Egy ilyen napló akkor is érdekes volna, hogyha és voltak ilyenek, tehát találtak ilyen naplókat, hogyha mondjuk egy 10 éves gyerek írja le, és utána senki nem nyúl hozzá, és aztán megtalálják azt mondjuk 30, vagy 40, vagy 50, vagy 60 évvel később. Itt azonban a
toll Íj és Gyula kezében van, ami óriási különbség, mert egy hallatlanul jó megfigyelő képességű, kiváló, rögzítő tehetségű embernek a gyorsan és röviden fölvázolt mondatai vannak a papírra ceruzával, tollal, golyóstollal leírva. Azt mondhatnám, hogy a fogyatékosságában van az értéke, mert hogyha apám később ezt a naplót a kezébe veszi, akkor az író, tehát Íj és Gyula az író, átdolgozta volna. Hát először is nem hagyott volna benne olyan dolgokat, amelyeket én is hosszú hezitálás után hagytam csak benne, olyan mondatokat, amelyek nem mindig hizelgőek mindenki számára. Túlságosan friss, túlságosan nyers. Azon felül vannak benne gondolatfutamok, rövid esszék, amelyek kiválóan vannak rögzítve, mert Íj és Gyula azért jól tudott írni, és jól bánt a magyar nyelvvel, de hogyha ő ezt hosszabb kifejtésre a kezébe újra megkapja, akkor átírta volna, és esetleg született volna azokból egy-egy nagyon nagy és fontos tanulmány, így csak egy gondolatfutam. Van benne vers kezdemény, nyilván, hogyha apám később előveszi, abból csinált volna egy igazi jó és nagy verset. Itt ez csak a versnek a vázlata, de ugyanakkor ez az értéke, tehát az az értéke, hogy maga az író nem változtatott ezen a fogyatékosságon, ami a gyorsan följegyzett mondatoknak a fogyatékosság. Ugyanúgy a másik oldalt is elképzelem, hogyha anyám megtalálta volna, mert anyám nem találta meg, van is egy feljegyzése, utóbb találtam meg, hogy hol lehet, hát neki is föltűnt, hogy hiányzik a 8 kötetes naplójegyzetből ez a rész, neki is föltűnt, és fölírt egy szét, hogy hol a csodába van, nem írta azt, hogy csodába, azt írta, hogy hol lehet az 56. október 23-tól január végéig terjedő időszak. Hogyha anyám ezt megtalálja, egész biztos tapintatból, mint ahogy én is hezitáltam, és szívem szerint tapintatból én is kihagytam volna belőle részeket. De aztán arra gondoltam, hogy talán mégis jobb benne hagyni, mert így igazi 60 év eltelt, azok az emberek már nincsenek meg, a leszármazottaik sincsenek meg. Lássuk egyszer úgy a valóság rögzítését, ahogy azt egy nagy író akkor rögzítette. Viszont valószínűleg ez a frissessége és az aznapi élmények rögzítése okozhatta, hogy mindkettőjükben, gondolom, Gyula erősítsen meg ebben, az volt a véleménye, hogy a naplót ki kell egészíteni nagyon komoly jegyzetapparátussal. Tehát ha egy mai fiatal kezébe kerül, éppen úgy gazdagon mutassa be a kort, mint a generációnknak, akik már átélhettük, vagy azoknak, akik komolyabban foglalkoznak is vele, mert történészként úgy gondolom, de ezt majd talán később önök megerősítik is, egy rendkívül komoly és rendkívül alaposan elkészített jegyzetanyag egészíti ki. Szinte két történetet olvasunk, Íj és Gyuláét, és alatta apróbetűvel a történész megjegyzéseit, kiegészítéseit. Hát igen, ez tulajdonképpen egy kísérteties gondolat, amiben ritkán gondolunk bele, hogy a mai élő magyaroknak, legfeljebb én nem nagyon statisztikus, de harmada, negyede élhetett 56-ban. Számunkra ez teljesen felfoghatatlan, mert akik ehhez a generációhoz tartozunk, még talán kicsit fiatalabbak is, mint Sándor öcsém, megvan az a két év közt. Szóval nekünk, én azt gondolom, nyugodtan mondhatom az itt az asztalnál ülők nevében, hogy az életünknek a legnagyobb és meghatározó élménye, amelyiknek a szelleme föltámadt 1990-ben. Azt gondolom, mi azért vállaltuk el mindjárt a közszereplést akkor, az itt ülők is, mert éreztük azt, hogy ugyanaz a szellem támad föl. Na most, igen, hát ez úgy van, hogy azért felismertük, hogy ezt jegyzetelni kell ezt az anyagot, sok a rövidítés is,
De hát nagyon sok név fordul elő, én ugye nem tudom most szám szerint megmondani, de hát ugye 3 és 400 között van azt hiszem a nevekre vonatkozó jegyzetek száma. És fura módon, de azt gondolom elfogultság nélkül, ezt is a családon belül tudtuk megoldani, mert a vejem történész, egy igazi kézirat, búvár, bibliofil gyűjtő ember, és a második világháború egyébként a legszenvedélyesebb kutatási területe, és tudta, hogy hol kell utána nézni a dolgoknak. Persze a feleségem is nagyon sokat segített, hiszen ő ezeket már tudatosan élte át az apjával ezeket a napokat, tehát nem csak úgy, hogy már érző és gondolkodó ember volt, hanem sok helyen együtt is jártak és együtt voltak. És hát Horváth István a vejünk nagyon komoly munkával, tehát sokszor feleségem útmutatásai alapján kikereste, hogy mi kire vonatkozhat. Tehát éreztük azt, hogy teljes élményt kell adni. Volt már ebbe tapasztalatunk, mert ugye az ostromnaplót is megtaláltuk kicsit korábban. Tehát az azt jelenti, hogy Budapest ostroma alatt is naplót írt I.S. Gyula. Nekem az az érzésem, hogy azért, hogy ne háborodjon meg, mert ezt másképp nem lehetett végigcsinálni. És azok hangyabetűre voltak írva, mert nem tudhatta, hogy meddig tart az ostrom, és nem volt sok papírja. Tehát egy ilyen könyvet már ugye a családi gárda, úgy mondjam, sajtó alá vitt, és volt már ebbe a tapasztalatunk. A harmadik rész pedig azok a korabeli anyagok, tehát a kiáltványok, az Írószövetség kiáltványai, Nagy Imrének bizonyos megnyilatkozásai, a híres Gerőbeszéd, amelyik tulajdonképpen provokációként kirobbantotta a forradalmat, a szovjet írók állásfoglalása, a francia írók állásfoglalása. Tehát egy hallatlan komplet élményt ad így ez a könyv. És hát azt gondolom nem csak nekünk, ugye, tehát Granasztő György barátom nemzetőr volt, én nem tudom, hogy Sándor hol merre kószált akkor a forradalom napjai alatt, de a fiataloknak is, akiknek fiatalabbaknak, akiknek kezébe kerül, egy teljes élményt tud ez a könyv adni. Egy nagyon izgalmas lelki folyamatot is végigkísérhetünk. A kezdeti nagy öröm, az elragadtatás, amit I.S. is megfogalmaz, hogy boldogan vállalja azt, ami történik, és a testvéreinek, az öcséinek érzi a felkelőket, odáig, hogy már kezd fáradni, kimerülni, fogy a remény, és egészen január 31-ig. Ez egy nagyon érdekes, és azt hiszem sokak által átélt lelki folyamat. A kezdeti bizakodástól, jóhiszeműségtől, a szembesülésig, hogy itt a bosszú következik, és a terror. Hogy élte meg ezt, vagy hogy ítéli ezt meg most Granasztói György? Köszönöm, hogy ezt a kérdést fölteszik tenni, mert mikor befejeztem az olvasását a könyvnek, én általában ezt esténként olvastam, és másnap reggel tulajdonképpen azon gondolkoztam el, hogy nem nyomasztó ez, hanem van valami szomorú a dologban, de nem az a szomorú, hogy ő szomorúságáról valahogy is beszélne, hanem az egész folyamat, ami ebben a naplóban kibontakozik, és aminek a kezdetekor nem lehetett persze tudni, hogy ez hogy fog ez a napló végződni. És gyakorlatilag azt kell mondanom, hogy a vezérfonala ennek az egész naplónak egy valamilyen kibontakozása annak a depressziós állapotnak, amelytől később I.S. Gyula nagyon sokat szenvedett, és ennek a depressziónak a kibontakozását lehet annélkül figyelembe venni, vagy nyomon követni, hogy itt valamilyen fajta szakszerű magyarázat lenne, vagy valamilyen fajta bármilyen utalás arra, hogy ő most tulajdonképpen milyen állapotban van, hanem a mellékes kis apró mozzanatokból rakódik ez össze, és bontakozik ki egyre jobban, és ez tulajdonképpen annak az egész elnyomó apparátusnak a műve, amely végül is a november 4-ét követően fokról fokra teljesen szétzilálja. Mindazt, ami 56-tal kapcsolatos. Én 18 éves voltam 56-ban, és hát nagyon sok mindent megéltem egy fiatal embernek a szemével. Hőstetteket nem hajtottam végre, sőt azt kell mondanom, hogy még az elemi vállalásaimat se tudtam teljesíteni, például elmentem kenyérért, de nem jutottam odáig, mert annyi mindenféle balé tört ki közben.
Úgyhogy szembesítve azokat az saját élményeimet, amelyeket átéltem, és amelyeket a városnak a pesti oldalán éltem át, ugye egyszerre érzi az ember azt, hogy leírhatatlan, hogy mi történik 1956-ban, ez megfoghatatlan, mindenkinek megvan a saját története, és megvan az a szintkülönbség is, amely Ügyés Gyula és egy 18 éves fiatalember között van, és nem csak azért, mert ő a Rózsadombon lakik, én meg valahol a 6. kerületben, hanem azért is, mert tulajdonképpen ebből a könyvből lényegében valamit meg lehet érteni abból, hogy mi zajlik a csúcson, azon a részen, ahol tulajdonképpen az egyedül erre a helyzet által kvalifikált emberek, vagyis az Írószövetség tagjai reális válaszokat keresnek egyre kétségbe esettebben, és ők az egyetlen olyan kohéziós erő, amely ugyan már egyre kevésbé hat, de mégis gondolkozik az összefüggéseken. Visszatérve erre az érintetlenségére a naplónak, tehát hogy nem történt rajta semmifajta módosítás, tehát egyfelől az írójé, aki esetleg később másként látja azt a dolgot, amit esetleg abban a percben bizonyos módon, az az író nem tudta azt átalakítani, mert nem volt a kezében ez. De ugyanakkor benne van az is, amit szintén apám nyilván tompított volna, hogy olyan leplezetlenül megjelenik az ő egyénisége. Tehát benne van az, amiről úgy általában inkább ez az általános kép Illyés Gyuláról, hogy jó tárgyaló volt, higgadtan tudott és bátran tudott tárgyalni, de itt elárulja azt is, és leírja ezeket a jeleneteket, amikor erre sor kerül, hogy indulatba kerül, elveszti a türelmét, és több helyen írja másokról is, meg magáról is, hogy könnyekkel küszködik. Tehát egy olyan hatalmas, nagy érzelmi időszakon estek át mindezek, akik akkor részt vettek, vagy szerepeltek, vagy tanúi voltak az 56-os forradalomnak. A számomra, tehát az értékét ugye én ebben az érintetlenségében látom a naplónak, magának a kötetnek az értékét feltétlenül a jegyzetanyagban látom, amely nélkül nem volna olvasható. Tehát amikor Illyés Gyula azt írja, hogy nyilatkozat hatása, depresszió, akkor ott biztos, hogy részletesen meg kellett magyarázni, hogy milyen nyilatkozatról van szó, és mi váltotta ki a depressziót. Tehát az olvasó így tudja Illyés Gyula naplóját, és a lábjegyzeteket egybe olvasni, és ez adja ki az 56-os forradalomnak azt a történetét, amelyet Illyés Gyula átélt. Ugyanakkor van egy különös dolog, amelyet lehet, hogy a történész barátaim meg fognak rögtön cáfolni, de az utóbbi időben én nagyon sokat hallom azt, hogy X-nek az 56, Y-nak az 56-ja. Mint hogyha tulajdonképpen a történelem nem volna más, mint a magán mitológiáknak, a magán interpretációknak a mozaikjából összetevődő valami. Holott nekem az első nagy élményem ennek a naplónak a kapcsán az volt, hogy a történelem az olyan, mint egy hatalmas nagy test, amelynek van gerince, van csontozata, van izomzata, erre rárakódik a hús, és lehet, hogy a történészek később ezt a hatalmas nagy testet, ezt nem tudják pontosan ábrázolni, a vonásait nem tudják pontosan fölfesteni, vagy fölrajzolni, lehet, hogy van, aki meg is akarja esetleg hamisítani öntudatlanul, vagy tudatosan, de akkor is az a történelem, az ott van, és lehet, hogy furcsa dolgot fogok mondani, de én itt azt éreztem, hogy a magyar nép, na most ez egy olyan szó, amit ma nem veszünk a szánkra, a magyar nemzetben, ami szintén kevéssé használatos szó, és rádöbbentem, hogy ezek a szavak akkor fogalmakat jelöltek, és a fogalmaknak akkor
eszményi tartalmuk volt, tehát egy eszményeket jelentettek, ezek kivesztek ma. Tehát én akkor úgy éreztem, hogy itt a magyar nép, mint magyar nemzet, ez a hatalmas, nagy történelmi testben fölemelkedett, és megmondta azt, hogy mit szeretne. És ettől teljesen független az, hogy voltak emberek, akik nem értettek egyet vele, akik másképp gondolták, akik nem úgy interpretálták. Ezek mind lényegében a részletek. De maga a történelem, mint olyan, én azt éreztem, megismerhető, megrajzolható. És hogyha az embernek a kezébe kerül egy ilyen ritka dokumentum, akkor ezt határozottan és jól érzi. A történészek esetleg most megcáfolnak. Azt nem vetted észre, mi láttuk, hogy bólintott, többször is rábólintott a szavaidra, úgyhogy most akkor erősítsen meg bennünket ebben. Hát én nyilvánvalóan másképp olvastam a kéziratot, kezembe vettem és nem tudtam letenni. Tehát végigolvastam, engem nem zavart az, hogy töredékmondat, semmi. Csak elkezdtem gondolkodni, hogy tulajdonképpen ennek a leglényegesebb, hogy mi tartja össze ezt a naplót. Ez egy rendkívül fontos dolog, mert ha történészként végig gondolom, akkor ez három korszakot ölel föl, 100 nap. A 100 napból 12 nap a forradalom, a 12 napból 2-t levehetek, mert ugye Éj és Miskolcon van, de nincsen mobil, semmi nincsen, tehát az információ jut el hozzá, ami eljut, és nagyon pontosan fogalmazza meg már akkor, suhancokról már akkor beszél, ami egészen elképesztő, tehát helyre teszi a dolgok lényegét. A 12 nap után a naplónak a másik részében van egy hónap, amikor ez a tárgyalásos időszak, hogy ki tudunk egyezni, nem tudunk kiegyezni, és a harmadik időszak ez a megtorlás kezdete, tehát amikor már minden oda veszett. Tehát három különböző attitűdű időszakról van szó, és ez egy naplóban van, és ez a napló mégis egységes. És akkor azon gondolkodtam, hogy tényleg mi az, itt Ika beszélt a történelmről, én a történelmet úgy gondolom, nem vitatom a testet, mint egy folyamot. Hát egy nagy folyót, hömpölyög, 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 aztán időnként valami történik, ezek a forradalmak, háborúk, amikor a folyó leáll, aztán tovább megy rajta, de az életet a forradalom után ugyanúgy kell folytatni, mint annak előtte, és ennek a vezénylését, ennek az átgondolását végig kell gondolni, és akkor jutottam ennek a dolognak a lényegére, és ez az etika. Tehát ennek a könyvnek a legfontosabb, magának a könyvnek a legfontosabb bűvsza az etika. Aztán utána jött a következő gondolat, hogy hát ez a Révai József mégis akkos ember volt. Ugye 1938-ban, ha emlékeznek rá, leírja, hogy a népi mozgalom a legjelentősebb szellemi áramlat Magyarországon, amelyiknek politikai elképzelése is volt, ez az ember valamire rájött. És ez a 38-as rájövet egy csomó dolgot majd a későbbiekben magyaráz, ami nyilvánvaló ennek most nem lehet a témája. De ami miatt én mondtam ezt a megtorpadásokat, az tulajdonképpen az, hogy itt mi végigélünk egy háborút, és végigélünk a forradalmat, a több is most hagyjuk ki, és szerencsém volt, hogy én ezzel elkezdtem foglalkozni, akkor három ember került 81-82 környékén mások sugallatára a szemhatáromban, az egyik a Németh László, a Szászói beszéd, és gondoljanak arra, hogy mit mond a Németh László, most Szászói beszédnek egy mozanatát emelem ki, az apró mocorgó szigetek, tehát, hogy készül valami a társadalomba, és ahhoz, hogy az orosz, német, angol, most teljesen mindegy, de ahhoz, hogy valamit túléljünk, ahhoz a nemzetnek etikának kell, hogy legyen. A következő, ami nagy szerencsém volt, és azért ezt most hagyj olvassam föl, volt 1942. októberében a bizonyos lilafüredi írókatona konferencia. Nekem szerencsém volt, mert ha emlékszel rá, én addig rágtam a füledet,
hogy hozzám össze az íjéssel, amíg végül sikerült hozzá fölmenni, és akkor tőle is megtudtam ezt a Lilafüred írókatona konferenciát, de itt, ami igazán lényeges, és az etikájára, a tartására figyeljenek, hogy mit mond 42. októberébe Veres Péter. Azt mondja, ott van Károly Gyula, ott van Szombathelyi Ferenc, ott van Kádár Gyula, ott van Antal István, és ott van az egész hatalmi elit. Abban mindnyájan megegyezünk, hogy ma a magyarság legnagyobb kérdése, és most jön egy kulcs szó, megmaradni. Ezért a megmaradásért szolgálatot kell vállalnunk. És mi nekünk íróknak ez a szolgálat nem csak egy hirtelen jött elhatározás dolga, hanem életünk értelme is. Az író egyéni élete a közösség életéből nyer értéket, benne bontakozhatik ki. Itt a példa világos arra, mi a mi szerepünk. Nem a múló napi szempontok szolgálata, senkit nem akart megsérteni, ez az újságírók dolga, hanem az, hogy hatoljunk be műveinkkel és emberi valónkkal a közösség mélyébe, le a legmélyébe, húzódjunk bele, ha muszáj, ősi ösztöneikbe, és itt erősítsük a magyarságot. A mi feladatunk, és ez most ez a történeti lényeg az etika, a mi feladatunk hát független a vereségtől és a győzelemtől, a mi feladatunk örök feladat. Ez a feladat akkor is elvégezhető, ha egy ablaktalan Európa borul ránk, és most jön Íjés, 942 első állomásból. Tessék, röviden fogom idézni. Aki túl sokat vár a külső erőktől, az a maga képességét gyöngéli, egy kicsit saját sorsát adja fel. Meg kell találnunk helyünket nagyon is Európában, de a magunk erejéből, amiben az is benne foglaltatik, hogy olyan helyünk lesz, amilyen erőnk. Ez a 42-es szöveg, ez az 56-os magatartás lényege. Veres Péter Íj és a népiek, Németh László, mindenki tudta, hogy eszköz nélkül politizálni nem lehet, meg kell érteni azt, ami az utcán van, és itt van a lényeg, hogy ő Miskolcon, annélkül, hogy pontosan tudná, hogy mi történik, tudja, hogy ez a suhancok forradalma, ugyanakkor azt is tudja, hogy egy világpolitikai konstellációban van az egész belehelyezve, és Nagy Imrékkel is tárgyalni kell, és ez volt az a társaság, és ilyen szempontból izgalmas ez a napló, hogy ebbe a 100 napba, tehát a 100 nap történetében, akármennyire rövidek a mondatok, nincs hiba, nincs tévedés, a politikát, a történést, az egyéni dolgokat, hogy egyszer Illés Bélát védem, később Dérit kell védenem, ez ebből az etikából fakad, és a forradalomhoz való hozzáállás pedig ez megmaradni, tehát egyrészt van egy napi pillanat, amíg lehet a győzelemért, de abban a pillanatban, amikor látom, hogy ez vesznivaló, akkor igenis bele kell ivódni a népbe, és túlélhetünk, és ez a napról ilyen szempontból megmagyarázza az Íjésnek az 56 utáni magatartását is. A megmaradás szó az tényleg nagyon fontos, azonban ezt a megmaradást, ezt nem szabad statikusan értelmezni. Tehát a megmaradás, az bizony az folyamat ebben a kontextusban. Fölteszed ezt a költői kérdést, hogy mi ez a szellem, ami ezt a könyvet összetartja, és azt gondolom, hogy két dolog, és ezek azért fontos a könyv, mert ezek centrális dolgok abban a pillanatban. Az, hogy az írók a középpontban voltak. Geometriailag is, mert mindenfajta szélsőségtől ez a derékhagy vezetése az Írószövetségnek őrizkedett, de úgy is, hogy benne voltak az események vezérlésének a középpontjába. Mindez azonban annak az folytatása, ami 38-ban elkezdődik, és ami 46-ban folytatódik. És nem véletlen, hogy amikor végre október 30-án oda jut Kádár és Nagy Imre, hogy a koalíciós pártokat meg kell hívni, akkor kik bukkannak föl, ugye ott vannak már a háttérben, de most előtérbe kerülnek a parasztpárti értelmiségiek,
ugye Bibó István, Farkas Ferenc, és a Kisgazdapárt szellemi vezetői, illetve előkerült Ildi Zoltán, aki nyilvánvaló lett, köztársasági elnök lett volna megint, ugye, hogyha a dolgok normális folyást kapnak. Előkerül Kovács Béla, ugye, aki nem olyan rég, azt hiszem, került elő a gulágról. Tehát tulajdonképpen ugyanazok az emberek, akik 46-ban az az élcsapat a politikusoknak és az értelmiségnek, amelyik felmérte, hogy orosz berendezkedés lesz hosszabb ideig, nem azért, mert nyugat ellenesek vagyunk mi magunk, hanem azért, mert a nyugat hagyta, hogy ez történjen velünk. Ebben a helyzetben hogy lehet a legjobb pozíciókat a nemzetnek kiharcolni? És 56-ban ez történik, aztán november közepétől kezdve nagyon erősen. Ezt azért mondom el, mert ugye vannak olyan történész interpretációk, amik azt mondják, hogy hát igen, így és óvatoskodott, és a többiek ebben a csapatban. Nem ők voltak az igazi forradalmárok. Nem, ők nem akartak forradalmárok lenni, elnézést kérek. Ugye most már elég jól tudjuk, ugye Sándor, hogy ezt a forradalmat megtervezetten bizonyos szovjet körök és Rákosiék robbantották ki egy provokációval, ami nem úgy sikerült, aztán nem úgy durrant, mint ahogy ők ezt elképzelték. Mert ez a társaság ez pontosan tudta, hogy nem lehet megnyerni egy fegyveres csatát a Szovjetunióval szemben a világnak ezen a pontján. Tehát ők nem akartak túlmenni egy bizonyos ponton, de ez az a magatartás, ami a nemzet szempontjából a túlélést jelenti, és azért csinálják ezeket a tárgyalásokat, amik csak lehet, a városparancsnokkal, Münichkel, Kálai Gyulával, Kádárral is, mert a kezdetben még nagyobb, aztán egyre kisebb idő remény látszik arra, hogy valamilyen normálisabb, élhetőbb formát fognak kialakítani itten a szovjetek. Ez csak 61 után következett be, de aztán bekövetkezett. Na most ez az egyik vonulat, és Illyésnek ez alkatilag is nagyon feküdt ez a dolog, mert ő egy ilyen alkat volt. A másik pedig, ami az egészet áthatja, az, amit ő gondol a magyarságról, hihetetlenül megrázó az a pillanat, amikor leírja, hogy már a remény teljesen kiveszett belőle, és olyan lelki és testi kimerültségben van, hogy ami még soha életében nem történt meg, hazamegy, és lefekszik a földre hason fekszik, és ott fekszik úgy, és semmit se tud csinálni. Ugye? És a címe a könyvnek szintén eléggé borulátó, ugye ezt a család választotta ki a naplóból, hogy Atlantis sorsára jutottunk. Azonban van egy másik vonal, többször idézi a barátait így, és hogy felhánytorgatják neki, hogy ő miért olyan derülátó, még miért reménykedik még mindig. Hát azért, mert őben egy hihetetlen mély vegetatív derű és derülátás volt, és van egy pont ebben a szövegben, ahol leírja, amikor már minden elveszett tulajdonképpen, hogy megnyertük ezt a forradalmat. Most mindegy, hogy mi történik, de a magyar nép ezt a forradalmat megnyerte. Tehát azt gondolom, hogy ennek a személyiségnek a jelenléte ott van mindenütt, és nem azért lesz depressziós, mert konstitúcióan arra van determinálva, hanem azért, mert ezt a drámát ennyire átélte. Nagyon köszönöm. Már az első napokban megindult a történelem hamisítás. Tehát elkezdik terjeszteni, hogy antiszemita kirohanások, bosszúállás az utcán, hogy kegyetlenkedések a szegény AVH-sok és az igaz kommunisták ellen, és így tovább. Ez a történelem hamisítás azután persze egészen mély pontra is jutott, de azt hiszem, hogy sokan egyetértenek velem abban, hogy ez a mai napig is tart. És ugye így és a maga jóhiszeműségével az utolsó percig reménykedik, hogy a világ szellemi vezetői, értelmiségiei kiállnak a magyar forradalom mellett, ez nem következik be. Azt kérdezem most Kranasztói Györgytől, hogy vajon napjainkban a nyugati értelmiség álláspontja változott-e, elhiszik-e azokat a hamis híreszteléseket, amelyek akkor magyar íróktól is sajnos lábra kaptak. Többet tudnak-e, vagy egyáltalán tudnak-e valamit, foglalkoznak-e ezzel a számunkra annyira fontos forradalommal? A kérdésre arra vonatkozóan, hogy ma mi a helyzet, borzasztó egyszerű a válasz.
ahogy nálunk is azért eléggé zsugorodik mindaz, ami az 56-ostal kapcsolatos, hát hogy mondjam, gondolkodást, a problémák felidézését illeti, ez teljesen eltűntnek mondható a, természetesen én úgy érzem a nyugati közéleti gondolkodásból. Ma már talán referenciának se számít, de hát meg is érthető annyiban, hogy azért gyakorlatilag a szovjet rendszer összeomlott. Ma már közvetlenül Európában az a fajta totalitárius fenyegetés, aminek a lényege összpontosul az 56-tal kapcsolatos kérdések körül, hogy ez a lázadás, ez ellen ez mit jelentett. Tehát én azt mondanám, hogy elég röviden, lehet, hogy hézagos, amit mondok, de nem referencia többé, miközben nagyon nagy hatása volt arra a korszakra, és irtatos ellentmondásokat is kavart föl. Nem azt mondom, hogy készültem erre a kérdésre, de nekem nagyon régi, hogy mondjam, élményem az, hogy azt kell mondanom, hogy a modern, a 20. századi politika filozófiának az egyik legjelentősebb alakja, aki Németországban ugye a frankfurti iskolától indult, és azután emigrált a nácik elől Amerikába, Hannah Arendt, egy kolosszusa lényegében a 20. századi gondolkodásnak, akit Amerikában különösen erősen foglalkoztatott a forradalmaknak a miben léte. És erről egy nagyon vastag könyve meg is jelent, és ez a könyv lényegében szembeállítja az amerikai és a francia forradalmat, és alapvető különbségeket állapít meg. Ez elvezet ahhoz a kérdéshez, ami egyébként némiként még ilyesnél is bevan, hogy egyáltalán mit jelent az a kifejezés, hogy forradalom. Annyiféleképpen lehet ezt értelmezni, de most ne menjünk ebbe bele. Inkább azt szeretném mondani, hogy Hannah Arendt számára 56 egy elképesztő, katartikus élmény volt, és azon melegében írt erről egy kb. 35-40 oldalas tanulmányt. Ez érdekes módon Magyarországon semmilyen különösebb hatást soha nem fejtett ki. Megjelent egyébként a Totalitarizmus gyökerei című könyvének a végén, és ez egy kicsit jellemzi is a nyugat-európai helyzetet, hogy ezt a könyvet én eredetileg franciául vásároltam meg, mert ez később jelent meg, és a francia kiadásban, amelyik egy összkiadásnak számított, egy kritikai kiadásnak, az 56-os rész nincs benne. Tehát azért mindig voltak e körül, már maga 56-nak az ilyen értelmű megélésével kapcsolatban is voltak nagyon erősen kontroverziális helyzetek. Nem mennék most bele abba, hogy az a francia kiadó ezt kinek a hatása alatt, hogy cselekedett, és miért csinálta, és miért hagyta ki, és akkor a... De az minden esetre egy nagy dicsősége a magyar kövikiadásnak, az Európa kiadónak, hogy ők viszont ezt benne hagyták. Na most ez a tanulmány rendkívül érdekes, és azt kell mondanom, hogy számomra ma időszerűbb, mint amikor én ezt olvastam először valamikor a 70-es években. Akkor egy sereg dolgot én még nem értettem, és tulajdonképpen ami miatt az egészet előhozom az az, hogy a naplóban többször is előfordul az, hogy kell értelmezni, hogy mi volt ez a forradalom, hogy kell ezt értelmezni, mi volt ezek ebben a mi forradalomban, mi volt a sajátos. És szeretnék felolvasni erről kapcsolatban egy részt, és utána egy másik részt az Arendtnek a könyvéből. Mondom, a két írást egy év választja el egymástól. Azt írja november 28-án, hogy két meglepő tanulsága lehet ennek a forradalomnak. Az egyik, hogy a tömegeknek ma a tankok korában is van képessége és lehetősége barikádharcra, vagyis közvetlen forradalmi tettre. A másik, hogy minden embernek van személy szerint alkalmas, ebből adódóan kötelessége beleavatkozni közössége ügyébe. Azaz a kollektivitások korában nincs egyéni kibúvó,
mondja, és nagyon tömören. Ebben van egy nagyon fontos erkölcsi ítélet, de van néhány olyan, mondanám, látens elem, amelyet még ő se gondolt valószínűleg abban az értelemben végig, hogy ennek igazából véve egy óriási jelentősége van, mármint ennek az 56-os forradalomnak, és erre figyelt föl Hannah Arendt, hogy ez különbözik minden más forradalomtól. A magyar forradalom egy emberjogi forradalom volt, mondja Hannah Arendt. És tulajdonképpen az emberjogi forradalomnak a lényege az volt, tessék visszagondolni egyébként a korabeli dokumentumfilmekre, ugye mindenki sovány, mindenki lötyögnek a balonkabátok, és nem látni súlyfelesleget, hogy finoman fejezzük ki magunkat, hogy tulajdonképpen ezek az emberek nem az élelemért küzdöttek, mint ahogy a francia forradalomban, vagy a nagy októberi szocialista forradalomban. Nem a nyomor vezette őket oda, hanem tulajdonképpen egy egész más probléma, a közösségi probléma, a közösségnek a problémája, az igazságnak a problémája, és itt visszakanyarodok egy kicsit ahhoz, amit mondtatok mind a ketten, hogy a 20. kongresszus, ugye Hruscsov híres beszéde a nyugati világban egy óriási izgalmat váltott ki, mert lényegében boldogság öntött el mindenkit, ezek most végre észhez tértek, azt a sok borzalmat, amit elkövettek, belátták, hogy a szörnyűség volt, és ezt így most már nem lehet tovább csinálni, milyen jó, mert most majd lehet velük beszélgetni, meg lehet velük beszélni. Ez volt a 20. kongresszusnak a nagy világvízhangja annak idején. És erre jött a lengyel forradalom, vagy a poznani események, mondjuk így, inkább így, és azután a magyar forradalom, mert a magyarokat ez nem érdekelte, hogy a bolsik egymás között ezt hogy intézik el. Az igazság pillanata jött el, hogy most hirtelen gyakorlatilag mi elmondhatjuk, hiszen itt van ez a kis furcsa vibrálás, mindenki olyan kicsit bizonytalan, és maguk azt kell mondani, bizonyos értelemben a kommunisták álltak az élére, vagy kibrobbantották ki ezt, Gyuszi azt mondja, hogy provokáció volt, ha nem volt provokáció, akkor is mindenképpen az, hogy meggyőződéses kommunisták az elején ebben komoly szerepet játszottak, majdnem, hogy érdektelen. A lényege az volt, hogy hirtelen eljött az igazság pillanata, és hogy az igazság pillanata az azt jelenti, hogy mi valami teljesen más életet fogunk vagy akarunk élni, aminek semmi köze, mi nem leszámolni akarunk ezekkel. Ezek egyszerűen nekünk most el kell mondanunk azt, amit el akarunk mondani, és meg kell csinálnunk azt, amit meg kell csinálni. És ezért kapott szerintem az Írószövetség egy olyan központi szerepet, és ezért élték ők át gyakorlatilag annak a fényében, amit te itt nagyon érdekesen és nagyon plasztikusan felolvastál, lényegében már a háború előtt, azt kell mondani, ők ebben éltek, az igazság pillanatában, amelyet ők meg tudtak fogalmazni, és amely független volt különösen az imperialisztikus, totalitárius hatalmi berendezkedésektől és technikáktól. Na most a Hannah Arendtnek a szövege rendkívül érdekes, de kicsit elszaladtam az idővel, úgyhogy én ezzel nem terhelném önöket, de szeretném elmondani, hogy a magyar történetírásnak egy óriási adóssága az, hogy ezt a szöveget tulajdonképpen soha nem nézte meg, és meg is tudom érteni, hogy miért. Azért, mert tulajdonképpen szembe megy mindazokkal a forradalom mitoszokkal, amelyek a baloldalt mindig is Magyarországon jellemezték. A baloldali gondolkodás az lényegében egy jakobinus eredetű gondolkodás, és szembe megy mindazokkal a toposzokkal, amelyek tulajdonképpen, mármint ez a gondolkodás, amely tulajdonképpen ugye mindent a nép nyomorára és lényegében a népítélet problémájára vezet vissza. Ezen közben az a másik fajta forradalom koncepció, aminek a jegyében a Hannah Arendt több könyvet is publikált, az egyik, amely különösen magas, pontosan ezzel foglalkozik, annak a lényege az, hogy az amerikai forradalom az a középosztálynak a forradalma volt. És a középosztály Amerikában európai eredetű volt. És tulajdonképpen ő kereste a kapcsolatot lényegében azokkal az európai gyökerekkel, amelyek az amerikai forradalomhoz
vezettek, és amely egy hosszú, sok évtizedes forradalom volt. És ebben játszik szerepet, nagyon nagy szerepet az 1956-os forradalomnak a nemzetközi, hogy úgy tetszik, jelentősége, hogy lényegében egy megjelenít valami olyasmit, ami egy teljesen más, egy teljesen újszerű és ugyanakkor rendkívül régi hatalomfelfogásnak a lényege, és amit úgy lehetne összefoglalni, hogy hogyan tudja megvalósítani egy társadalom a saját önigazgatását. Az ARN-nek a tanulmányának a nagyobbik része a munkástanácsokkal foglalkozik, és az, hogy mi volt a munkástanácsoknak a jelentősége, és hogy miért jelent az valami egészen alapvető más dolgot, és hogy ez igazából véve egy késői, újfajta, teljesen ösztönös reakciója a magyar társadalomnak, a magyar nemzetnek, ha úgy tetszik, egy hatalmi helyzetre, amiben nem a nemzeti ideológia a probléma, hanem azt, hogy hogyan tudjuk elrendezni a saját dolgainkat, anélkül, hogy különböző erők arra külsőleg rátelepednek, például a szovjet által gerjesztett kommunista rendszer. Kérdésre, hogy viszonyultak hozzánk, azért ez egy rendkívül bonyolult dolog, de a ma szempontjából, és nem csak 56-ra, a mai állapotokra is érdekes, ez nincs olyan, hogy az Egyesült Államok ez vagy az. Először is a 956-os forradalom, az a pontosan, amiről te beszéltél, itt a Hruscsov féle politika következtében kellemetlen volt Nyugatnak. Tehát az Eisenhower elég világosan elmondta, amit el kellett mondani. Én ezzel a témával nem foglalkoznék többet. A másik az, hogy ha megnézzük az 1957 első látóhatára, amit Borbándék csinálták, ahol elmondják, hogy igen, hát itt tulajdonképpen arról van szó, hogy hagyj foglaljam össze, 956. október 23 és november 4 között úgy csodálta a világ, hogy na ezek a srácok Molotov koktéllal a világ megnagyobb, majdnem mint egy cowboy filmet. Amikor viszont vége volt ennek a történetnek, akkor egy osztrák labba az Abendroth írja, de a Madiarága ugyanilyen szempontból írja, ahogy hívják a Fordék ugyanezt, hogy le fog tűnni az első oldalakról, tehát a nagy sztori eltűnik az első oldalakról, és akkor azt mondja az Abendroth, hogy hát akkor a mi feladatunk, tehát itt most már az újságírás, a társadalom, a mi feladatunk az, hogy megőrizzük ennek az 56-nak az emlékét, mert a politikában ez ki fog kopni, mint ahogy kikopott 953 Kelet-Berlin, pontosan ezt a példát hozza. Tehát a másik az, hogy a forradalom az egy olyan jó, jaj de jó, ami az igazi mély nyomot hagyta Nyugaton, és nem a hatalomba, legyen világos, a társadalomba, az a megtorlás. Az a megtorlás. Tehát amikor az olasz kommunista párt megroppan, amikor a francia kommunista párt megroppan, akkor ezért, hogy Jézus anya Mária, hát mit művelnek ezek itt? Szóval ezt nem kéne 56-ból, tehát van nekünk egy 56-unk, amit az IJ-s átél, és ez az 56 egyrészt hat Nyugatra, a társadalomra, hat a politikára, és ez nagyon-nagyon keveredik, és ebből... Vagy például a másik, hát a francia írókkal. Hát ugye a Sartre ezzel mindenki azt lehet mondani, hogy kitűnő emberek. És az IJ-snek mi baja van? Hát az a baja, hogy miközben a francia írók támogatják a magyar forradalmat, de nem igazán értik, hogy mi történik. Na most itt nem lehet elmenni, mert soha nem megyünk haza, hogy mit jelent az, hogy Komintern, és mit jelent az, hogy a Komintern kapcsán létrejön a hasznos hülyék gyülekezete, ezt ugye Lenin mondta, nem én, a Népfront, ahol a népfrontos baloldali gondolkodás igenis helyén való volt, mert egy hitlerenes tartalommal volt, és a szerencsétlen azt gondolta, hogy kommunista, hát ő volt egyedül abban a pártban, mert belépett. De mégis, és itt egy annyi minden, azért mondtam én a 42-es, meg a 38-as dolgot is, annyi minden kavarodott itt össze, hogy amíg ezt nem szállodott, most az IJ-s mindettől mentesen, legyen világos, egy nemzet iránti elkötelezett etika alapján
képes három különböző időszakot, három különböző történést végigjárni, úgy, hogy ha már egyszer arról van szó, hogy úgy megy végig a pengén, hogy nem lesz véres a talpa. Ennek a könyvnek ez a legnagyobb értéke. Miután az én kezemben van a vezénylő mikrofon, egyetlen részletre szeretnék még kitérni. A nevezetes Major Tamás, a Nemzeti Színház előbb lemondott igazgatója, majd november, illetve decemberben már ismételten nagyhatalmú igazgatója, műsorra tűzi I. és Gyula drámáját, a Fáklyalángot. És szeretné megakadályozni, hiszen pontosan fölismeri, hogy ez micsoda csapda, de Major Tamás azzal a nagy lelkével azt mondja, hogy ezt majd a forradalom árvái javára fogjuk fordítani, és már különben is ki van plakátozva, és meg lesz a premier. Iszonyú nagy fájdalom volt ez számára, és ugyanakkor meg nagyon jól bemutatja azt a sorozatos csapda helyzetet, amelyet I. és Gyulának acél és egyéb korszakokra nézve el kellett viselnie, derekasan mégpedig. Valóban így volt, hát a másik darab, amivel indított a Nemzeti, az németnek volt a Galileie. Mind a kettő műsoron volt, tehát mind a kettőt Major Tamás úgy gondolta, hogy műsorra teszi, mert ugye ez az a két ember, akire fölnéz a színház látogató közönség, és apám tiltakozott ugyan, hogy műsorra tegyék, de hát tudta, hogy nem úgyis megcsinálják, ki van nyomtatva a plakát, szóval ezt nem egy csomó minden dologban nem lehetett, nem tudta a döntését érvényesíteni, hogy így mondjam, mert hát az volt a döntése, hogy ne legyen, és mégis megcsinálták. Én egy csomó, hát rengeteget lehetne beszélni arról, hogy mennyi minden későbbi dolognak van itt elhintve a magja. Én csak a legutolsó január 31-i napot említeném, amikor azt hiszem előző nap megjelenik Gellért Oszkárnak az írása a hallgatag írókról. Hát ugye apám először is, hát Gellért Oszkár régi jó barát, a 20-as évek végéről a Nyugatot együtt szerkesztették, a Magyar Csillagot együtt szerkesztették. Gellért Oszkárnak a fia Gellért Endre rendezte, és kiváló tehetségével vitte sikerre apámnak a darabjai, de úgyhogy azokat. Szóval egy igazi jó barát volt, hát Gellért Oszkár költő volt, kommunista költő volt, de ez nem gátolta meg azt, hogy ez a két ember, apám és ő jó barát, legyen elvi vitáik ellenére. Na, Gellért Oszkár megírta ezt a cikkét a hallgatag írókról, és hát Németh Lászlót és apámat tulajdonképpen szinte fel is szólítja, hogy hát válaszoljon erre a vádra. És akkor apám kissé fanyarul megjegyzi, hogy hallgatag az nem ugyanaz, mint a hallgató, mert az író, ő ugyan hallgatag természet, de a véleményét megmondja mindig. Viszont, hogyha egy író hallgat, akkor a korban van hallgatni való. És most, hogy az írók hallgatnak, az azt jelenti, hogy azoké a szó, akik a börtönben vannak. Tehát Dériié, Zelké, Hájé, mert ők vannak, Őrsié, tehát ők az ő szavukra kell figyelni, illetve azoknak a szavára, akik nem tudnak beszélni. Úgy gondolom, hogy ez aztán megnyitotta azt a néhány évnek a sorozatos vádjait, amelyek aztán utána apámat érték a hallgatásával kapcsolatban. Így van, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a türelmüket is, és engedjék meg, hogy I. és Gyulától idézzem a zárszót. Ha egy nemzetnek egy emberöltő alatt 10 igazi írója van, az már álthatja a sorsát. Az igazi író arról ismerszik meg, hogy érzékeny, igazára is, igazságára is. Köszönjük a figyelmüket, és köszönöm a szereplésüket.